A folytatásban pedig arról Magyarország az Európai Unió második legkorruptabb tagállama, a vendégünk pedig Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez egy éves felmérés, ugye? Tehát minden évben megvizsgálják ezt a kérdéskört? Igen, ez a korrupció érzékelési index, amit a Transparency International világszerte elkészítve, ez volt a 27. ilyen felmérés, tehát már több mint negyed százados tapasztalat áll mögötte, és hát ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, akkor érdemes leszögezni, hogy Magyarország 2012-ben 55 ponttal az akkor vizsgált 176 ország közül a 46. volt, ami egyáltalán nem volt előtt. Az első harmadba tartozott akkor, most így pedig? Van, most pedig sikerült 10 év alatt 12 ponttal 43 pontra csökkenteni az eredményt. Ennek a felmérésnek a skálázása 0-100-ig tart, a 0 a legkorruptabb, a 100 a legtisztább ország. Most még látjuk érdekesebb. Ezt a kérdést, ez az elmúlt 10 évnek a változása, ugye, hogy hogyan csökkent. És a helyezésünk a 46-ról a 73-ra ment, 27 helyet esett vissza Magyarország. Tulajdonképpen ez a világ legsúlyosabb, világszerte is a legsúlyosabb visszaesés, ilyen durva csökkenést egyetlen más ország sem produkált 10 éves távon. Igazából ez egy szubjektív érzékelés, ugye? Tehát vannak-e benne objektív pontok? Mert ez az a pont az, amitől megkérdőjelezhető az, hogy most ez valóságot mutat, vagy csak érzékelést mutat? Ugye, hogy ez a valóság, vagy annak égimása, erről nagyon sokat lehetne beszélni és vitatkozni. Minden érzékelés szubjektív. A korrupció az nem megszámlálható abban az értelemben, hogy meg tudom számolni, hogy hány palack víz van ezen az asztalon. Mondjuk, ha lennének olyan büntetőügyek, amiből ez felderíthető, akkor ez is egy objektív mérőegység lehetne. Nem csak a kriminális korrupció, nem csak a bűncselekményt megvalósító jogsértések számítanak a korrupcióba. A korrupció érzékelési index az egy úgynevezett összetett mérőeszköz, különböző megbízható az országok jogállamiság teljesítményét, versenyképességét, gazdasági eredményességét, a kormányzásnak a minőségét vizsgáló felméréseknek a mérőszámait egységesíti, és egyébként még ha vitatná is valaki, hogy egy-egy pillanatban mondjuk a 2021-es vagy a 2018-as felmérés Magyarországra nézve mennyire irányadó, azt azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt 10 évet vizsgálva Magyarország lefele megy ezen a felmérésen, és azok az országok, amelyekhez érdemes lenne magunkat hasonlítani, akár Ausztriáról, akár az észak-európai országokról beszélünk. Vagy akár Közép-Kelet-Európában is. Az egy másik kategória. Tehát az Európai Unióhoz, ha mérjük magunkat, ott egyértelműen a sereghajtók között vagyunk. Hogy világszerte 43 ponttal a 73. helyre soroltunk be 180 országból, ez valószínűleg keveset jelent a legtöbb embernek, de az Európai Unióban mi vagyunk az utolsó előttiek, a 26. helyen. Csak Bulgária van mögöttünk, így és van. Amikor a világ színvonalban nézzük, akkor ugye azt a példát mondták, hogy Gána és Kuvait van körülbelül hasonló szinten Magyarországhoz. Így van. Miközben a V4 országok között 6. éve mi vagyunk az utolsók, a régióban szintén 10 év alatt természetesen a legmélyebbre süllyedtünk, tehát ott, ugye, mivel ugyanúgy Európai Uniós országokról van szó, csak Bulgáriát előzzük meg, szemben a skandináv országokkal. Visszatérek arhoz a kérdésemhez, hogy ez szubjektíve, tehát, hogy én magam is korrumpálom-e, nem tudom, a zöldségest egy kedves mosollyal, vagy többet fizetek valamiért, vagy hálapénzhez folyamodok, ugye, ami nyilván most már bűncselekmény kategóriába számít, de hogy ezeket a valós eseményeket mutatja meg, vagy még mindig csak, hogy úgy érzem, és azt gondolom erről az országról, amiben élek, hogy ez ilyen vagy olyan? Ugye az, hogy úgy érzem, vagy azt gondolom, az abban az esetben is megjelenik, és a korrupció egyfajta megnyilvánulását, vagy megtapasztalását jelzi, hogyha nincsen mögötte kutatás. Ez a felmérés, a korrupcióérzékelési index nagyon élesen, nagyon tisztán egybevág, összeilleszkedik a közvéleménykutatások tapasztalataival. Itt ugye nem közvéleménykutatásról van szó, ezek szakértői vélemények, amelyek az országok közszektorának, kormányzásának a korrupcióni teljesítményét mérik. Tehát ilyenkor szakértők vizsgálják, és nem az embereket kérdezik így meg. Van. Tehát nem egy mintafelvétel, vagy megkérdeznek 1000-10000 embert, hogy akkor ő hogy érzi magát, hanem szakértők vizsgálják így van. Meg. De hogyha közvéleménykutatásokat, tehát reprezentatív mintavételen alapuló vizsgálatokat nézünk, legyen az az Euróbarométernek, tehát az Európai Bizottságnak a vizsgálata, a Transparency Internationalnek a saját vizsgálatai, vagy éppen tőlünk teljesen kívülálló független intézményeknek, a Mediának, vagy legfrissebben a Republikonnak a felmérése, akkor nagyjából az a kép rajzolódik ki, hogy Magyarországon az embereknek majdnem a kétharmada, 62-65%-a úgy gondolja, hogy a korrupció súlyos probléma,
és azt gondolja, hogy a kormány nem tesz eléggé sokat, nem eléggé hatékony a korrupció kezelésében. Ráadásul 100 magyar polgárból csak 38 válaszolta azt, hogy a korrupció elfogadhatatlan. Ezzel Magyarország sorolta magát az utolsó helyre az Európai Unión belül a korrupció tolerancia. Más országban sokkal többen tagadják és mondják azt, hogy elfogadhatatlan? Azok az országok, például csak az Európai Unión belül maradva, amelyek egyébként a korrupcióérzékelés indexben is nagyon tiszta országként, élmezőny országként szerepelnek, például a nyertesek, a skandináv országok, amelyek 88 pontot értek el 100-ból, a korrupció tolerancia indexén is, tehát a korrupció elfogadhatatlanságában is 90%-os válaszok. A társadalom 90%-a azt mondja, hogy elfogadhatatlan bármilyen típusú. Ön előtt van egy fekete könyv, nem tudom, hogy mire vonatkozik, vagy az. Hogy miért fekete, és mi az a fekete könyv. 2018-ban jöttünk ki először a korrupció fekete könyvével, amivel összegyűjtöttük a legirritálóbb, legfelháborítóbb korrupciós eseteket. Példákat. Hogy 2018-ban mi volt, arról szerintem már fölösleges beszélni. Most ez a 2022-es friss kötet. Igen. Ebben az 50 legsúlyosabb, legirritálóbb korrupciós bűnesetet, illetve korrupciós botrányt szedtük össze. Benne van Simonka Györgynek, Boldog Istvánnak, de még a frissen szabadult Mennyi Voldemort Rolandnak is az esete, de írunk benne az alapítványunkba szervezett közvagyon milliárdokról, sőt 1000 milliárdokról, a 35 évre tervezett autópálya és hulladék koncesszióról, a kaszinók 35 évre történő haveri bérbeadásáról. Minden olyan botrányos ügyet összegyűjtöttünk, ami választ igényelt volna a kormány részéről, de válasz nélkül maradt, következmény nélkül maradt, megúszható maradt. Mennyire tényszerű, ami ebbe bele van írva? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ezek kvázi újságírói, publicisztikai vélemények, vagy kőkeményen dokumentumok, akár teljesen értelmezésmentesen? Hát ugye mi a sajtóból és a nyilvánosságból dolgozunk, de az, hogy mondjuk az ügyészség vádat emelt Simonka György és Boldog István parlamenti képviselőkkel, akik a kormánypárt padsoraiban ülnek, az ugye nem vélemény, az elég keményen tény. Hogy majd a bíróság ezt miként ítéli meg, azt majd néhány év múlva fogjuk látni. Az is kőkemény tény, hogy mondjuk a Simonka György ellen benyújtott egyik vádiratból tudható, hogy Simonka György az ügyészség álláspontja szerint megpróbált összejátszani az ügyében a többi szereplővel, és megpróbálta befolyásolni, meghiúsítani a büntetőjárás eredményét normális körülmények között. Ilyen magatartásért a terheltek, a gyanúsítottak letartóztatásban töltik az idejük nagy részét. Simonka György szabadlábon védekezett végig. Ez tény, ez nem vélemény. Ezek az ajtestek vannak tehát benne a fekete könyvben. Egy gyors vélemény viszont önhöz, hogy a versenyképességünket mennyire befolyásolja ez a korrupciós állapot, vagy ennek a megélése? Sok év óta vizsgáljuk azt, hogy a jövedelemtermelő képesség, tehát az egyfőre jutó GDP, a nemzeti jövedelem, illetve a korrupcióérzékelési indexben elfoglalt helyezésünk hova sorolja Magyarországot. Olyan kép rajzolódik ki többedik éve, hogy Magyarország ebből a szempontból is az Európai Unió alsóházába tartozik, a lehetőségei, a képességei alatt teljesít, a korrupció visszafogja és megfojtja a gazdasági sikerességet. Szegény és súlyos korrupciós kockázatokkal terhelt országnak számítunk az Európai Unión belül. Ezt egyébként más felmérések is igazolják, ugye Magyarország a második legkorruptabb, a második legszegényebb tagország az Unióban. Hát, jobban örültünk volna, ha jobb hírekkel érkezik hozzánk, de köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen én is.